Wittner Mária szabadságharcos volt Szamosújlak vendége szombat délután. Az 1956 Szatmárban elnevezésű rendezvénysorozat soros állomásán Tilki Attila országgyűlési képviselő beszélgetett a 61 évvel ezelőtti forradalom idején harcoló felkelővel. A legfontosabb feladata a mai kor emberének az, hogy amit tud az előttünk lévő időszakra, azt próbálja meg átadni a fiatalok számára. Ezért is örültem annak, hogy a 56-os emlékkép kapcsán nagyon sok rendezvény valósult meg, nem csak a térségben, nem csak a megyében, hanem országosan is. És sok olyan kis embert ismerhetett meg a hallgatóság, kis ember, aki hős lett 1956-ban. Wittner Mária az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív részvevője volt már az első naptól kezdve. Szamosújlakon azzal kezdte történetét, hogy amikor csatlakozott a felkelőkhöz a Magyar Rádió ostrománál, még nem gondolkodott azon, miért kell mennie. Segített a sérültek ellátásában, de a fegyveres összetűzésekben is részt vett. A november 4-i szovjet invázió során megsebesült az aknarepeszektől. A szabadságharcost 1957-ben letartóztatták, következő évben halálra ítélték. Végül életfogytig tartó szabadságvesztésre módosították büntetését, majd 12 év után, 1970-ben szabadult. Tud az ember különbséget tenni jó és rossz között. Amikor az ember igazán felszabadultnak érzi magát, meg amikor az embernek lenyomják az érzéseit. Szóval én nem is azt mondom, hogy mindig lázadó típus voltam, de tatós gyerek voltam. És gondolkodik is az ember. Azért van, vagy ahogy gondolkodjon. Bár ma kevesen, nagyon sokan nem használják az eszüket, meg különben meg a gondolkodásukat, meg a mérlegelés. A mérlegelés jó és rossz között. Ez azért megvolt bennünk. Wittner Mária a politikai életben is aktív, a 2006-os és 2010-es országgyűlési választásokon a Fidesz országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot. 1991-ben megkapta a magyar állam egyik legjelentősebb kitüntetését, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, valamint 2006-ban neki ítélték a Szent István díjat is, amelyet azok kaphatnak, akik a magyarság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek.